Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt Ásotthalmon, és valóban szimbolikus a helyszín. Először néhány mondatot Ásotthalomról azoknak, akik most először járnak itt nálunk. Ásotthalom Magyarország egyik legnagyobb területű nagyközsége, 100 négyzetkilométernyi területünk van. Aki tudja, hogy ez mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez olyan nagy terület, hogy éppen kétszerese a San Marinói köztársaság területének. Úgyhogy kedves honfitársaim, hogyha nagyon rosszul alakul Magyarországon a politikai helyzet, és még ennél is rosszabb lesz, mint a jelenlegi helyzet, akkor ne aggódjatok, itt kikiáltjuk a függetlenséget, és mindannyian ide fogtok költözni. De nem csak ezért szimbolikus ez a helyszín. Nem pusztán azért, mert tavaly itt bontottunk zászlót, hanem azért is, mert 1998-ban itt indultam országgyűlési képviselőként, akkor a most már szövetségesünk, a Magyar Igazság és Élet pártja a MIÉP színeiben. És hogy miért tartom ezt fontosnak előjáróban megemlíteni, mert én pontosan emlékszem arra, amikor 1996-ban, akkor mindössze 18 évesen elkezdtem azt a politikai pályafutást, amit hát mindenféle küzdelmek, harcok tarkítottak azóta. Akkor az volt a célunk, hogy 1998-ban valahogy bejussunk a Magyarországgyűlésbe. Pontosan tisztában voltunk azzal, hogy olyan elképesztő ellenszélben, amit az előbb a szintén hasonlóan történelmi párt, a Független Kisgazdapárt elnökétől hallhattunk, olyan óriási verseny hátrányban, amiben a valódi nemzeti gondolkodók voltak, önmagában a Magyarországgyűlésbe való bejutás, az már egy csodával fog felérni. Akkor sikerült ez a csoda, 1998-ban mindössze 5,5%-kal, de bejutott a nemzeti gondolat a Magyarországgyűlésbe. Én magam pontosan tudtam akkor, hogy ehhez önfeláldozó, sok-sok önfeláldozó emberre van szükség, aki még annak tudatában is vállalta a munkát, hogy tudtuk, hogy sem pénzt, sem pozíciót, de én magam 20 éves országgyűlési képviselőjelöltként parlamenti széket sem fogok kapni. Tettük önzetlenül. Nagyon sokan voltunk, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Már akkor megtanultam 18-20 évesen, hogy ha ezt a gondolatot szeretnénk uralkodóvá tenni Magyarországon, akkor mi nem úgy fogunk működni, mint a többi párt, a többi politikai erő. A mi munkánk az nem állhat pusztán abból, hogy interjúkat adunk, beülünk a televíziók stúdiójába, fölvesszük az öltönyt, vagy éppen a bocskait, és a nemzeti ünnepeken koszorúzunk. Nekünk sokkal, de sokkal többet kell dolgoznunk. Nekünk ott kell lenni mindenhol. Magyarország és a Kárpát-medence minden pontján. És nem csak dolgoznunk kell éjjel-nappal úgy, hogy tudjuk, hogy ezt önfeláldozóan és sokszor önzetlenül tesszük, hanem annak a tudatában is, hogy bizony ehhez a munkához bátorságra is szükség lesz. Végigcsináltuk, és bejutott a MIÉP akkor nagyon sokunk munkájával, néhányan még most is itt ülnek, bejuttattuk a MIÉP-et az országgyűlésbe. Óriási sikerként értékeltük az 5,5%-ot. Aztán 1998 és 2002 között kiderült az, hogy ez a munka sem volt elég. 1998-ban és 1997-ben, amikor Csurka István, a MIÉP akkori elnök engem kijelölt, mindössze 19 éves fiatalként, itt a Csongrád megyei ifjúsági tagozat vezetőjeként, országgyűlési képviselő jelöltnek, akkor mind a mellett, hogy az előbb elmondtam nektek, hogy pontosan tudtam, hogy én nem leszek országgyűlési képviselő, mégis dolgoztam,
Emellett bevallom őszintén nektek, hogy a fél karomat odaadtam volna egy parlamenti képviselőségért. Szerettem volna parlamenti képviselő lenni. De 1998-ban a televízión keresztül néztem, ahogy mások, egy frakció beült a Magyarországgyűlésbe. Eltelt újabb 2 esztendő, és egyre többen kezdtünk arra rádöbbenni, hogy ez így önmagában nem elég. Megint csak az a gondolat, amit nemzeti radikalizmusnak szoktak nevezni, nevezzük hát annak, bár szerintem csak a normális magyar gondolkodás, ahogy ezt az elnök úr az előbb mondta. Ez önmagában, ahogy néhány perccel ezelőtt megfogalmaztam, nem állhat meg annyiban sem, hogy ülünk a parlamentben. Ennek a gondolatnak állandóan mozgalmi jellegűnek kell lennie. Ha az elveszíti a mozgalmi jellegét, akkor ez a gondolat és az a politikai erő, amely ezt időről időre megtestesíti, az el fog tűnni. És ezt 2000-2001 környékén már egyre többen beláttuk, bár az első jelek már 1999-ben, tehát rögtön a parlamentbe kerülés után mutatkoztak, jelentkeztek. Látva a veszélyt, többen igyekeztünk felhívni a miép akkori elnökének, Csurka Istvánnak, Isten nyugosztalja, a figyelmét arra, hogy ha a mozgalmi jelleget a nemzeti radikalizmus elveszíti, akkor semmi esélyünk. Az egyik ilyen fiatal, a párt egyik ilyen fiatal aktivistája Novák Előd volt, a másik pedig jó magam, akik elmentünk Csurka Istvánhoz, és minden tiszteletünk mellett igyekeztünk felhívni a figyelmet, építő jellegű kritikát is gyakorolva arra, hogy a mozgalmi jelleget bizony vissza kell, hogy kapja ez a közösség. És akkor hangzott el az a híres mondat a képviselői irodaházban, amikor azt mondta nekem Csurka István elnök úr, hogy az a terv, az a koncepció, amit én neki ott 4 szem között akkor felvázoltam, az egy nagyon hosszú koncepció. Ahhoz kell vagy 20 év, hogy annak a gyümölcseit elkezdhessük leszüretelni. És mi egy politikai párt vagyunk. Egy politikai párt 4 éves parlamenti ciklusokban gondolkodik. Úgyhogy felejtsem el, amit itt vázoltam. És akkor döntöttem úgy, hogy nem megyek neki az elnök úrnak, mert annál sokkal jobban tiszteltem, és tisztelem a mai napig, hanem szépen csöndben, úgy egyébként, hogy a most már a Mi Hazánkkal testvéri szövetséget alkotó miéből engem a mai napig ki nem zártak, tudomásom szerint. Tehát egyszerűen csak kikoptam, én szépen csöndben elkezdtem valami mást építeni. De nem csak én, hanem többen voltunk. Az előbb említett Novák Előd is ott volt, de ott volt rossz emlékű Szabó Gábor, Szaszi és mások. És akkor úgy döntöttünk, hogy alapítunk 2 olyan mozgalmat, 1999 és 2001 között bontottak szárnyat ezek a mozgalmak, amelyel tulajdonképpen kimondatlanul, de megpróbáltuk azt megvalósítani, amire felhívtuk akkor a miép elnökének, Csurka Istvánnak, a nemzeti gondolat jeles képviselőjének a figyelmét. És akkor elindult egy alulról építkezés, egy olyan mozgalmi élet, amiben már nagyon komoly rutinom van nekem is, picit már unom, így 41 évesen, hogy még mindig, ugyanúgy mindig alulról kezdjük, mindig lelkesedéssel, mindig pénz nélkül, oligarchák és állami támogatás nélkül, de mégis ez az egyetlen egy üdvözítő út, amiben továbbra is hiszek így 41 évesen. És akkor ez a 2 mozgalom, amit akkor nagyon fiatalon megalapítottunk, az egyik a Jobbik, a másik a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom volt, ezek hosszú útra indultak. Igazunk lett, hiszen túléltük Csurka István politikai virágzásának időszakát, sőt 2002 után ezek a mozgalmak, az általunk alapított, kizárólag fiatalokból álló mozgalmak, ezek szépen lassan erősebbekké váltak, mint Csurka István által vezetett, de egyébként nagyon fontos és nagyon jó ügyet képviselő miép.
De körülbelül olyan 2005-2006 táján be kellett azt látnom, hogy óriási falak vannak előttünk. Olyan falak vannak előttünk, amelyeket egyszerűen nem tudunk áttörni. Az a szubkultúra, amely addigra kialakult, és részben a mi munkánknak is köszönhetően alakult ki, az a szubkultúra rendelkezett egy nagyon erős fallal. Körbe volt bástyázva. Részben ezeket a falakat mi építettük, de leginkább a nemzet ellenségei építették ezeket a falakat. Én 2005-ben azt mondtam, hogy körülbelül 300 ezer olyan magyar ember van, akihez mi el tudunk jutni. 10 évnyi mozgalmi élet, rengeteg munka, trianoni utódállamokból való kitiltási rekordok után, szlovák rendőrség általi törvénytelen letartóztatások után még mindig nem tudtuk áttörni ezeket a falakat, és az a 300 ezer ember, aki ehhez a szubkultúrához tartozott, ő ugyan ismert minket, de azon túl ismeretlenek maradtunk. És akkor én azt mondtam, hogy csak abban hiszek, hogyha ez a mozgalmi lendület, ez még erősebbé válik, még bátrabbak leszünk, és kell valamilyen katarzis a magyar népnek ahhoz, hogy ne 300 ezer fős közegben váljunk ismerté, hanem mind a 10 millió magyar ismerje meg a nevünket, tudja meg, hogy valójában kik vagyunk, mit csinálunk és mit képviselünk. Ugyanis, ha volt jó mondata a Jobbiknak, akkor talán az egyetlen jó mondata az volt sok évvel ezelőtt, hogy Magyarország lakosságának, a magyarságnak kétharmada valójában úgy gondolkodik, mint mi, csak erről meg kell győznünk őket. 2005-2006-ban tehát ezen gondolatok mentén kezdett szétválni a Jobbik és az általam vezetett 64 vármegyei ifjúsági mozgalom útja. A Jobbik 2006-ban, 2006 tavaszán a mi éppel összefogva közösen elindult a parlamenti választásokon, és ezt is sokszor már elmondtam, de idézzük fel, főleg ha esetleg valaki még nem hallotta, hogy ott ültünk a trombitás sörözőben, ugye tudjuk a történelemből, hogy az igazi nagy dolgok azok nem pártkongresszusokon dőlnek el, hanem különböző sörözőben, sörházakat most szerintem ne említsünk, de kávéházakra gondoltam, Pilvax kávéházra például, tehát ilyen helyeken. No hát 2006 tavaszán mi a trombitás sörözőben ültünk, akkor még Moszkva térnek hívták ezt a teret, a Jobbik akkori elnökével, Kovács Dáviddal és Nagy Ervinnel, és próbáltak engem arra rávenni, hogy a harmadik út az úgy lenne szép, hogyha a Jobbik és a miép mellé még a 64 vármegyét is oda tennénk, és akkor így három szervezet indulhatna a parlamenti választásokon. Én azt mondtam Dávidéknak, hogy nem hiszek abban, hogy ez a szövetség, a nemzeti, a valódi nemzeti gondolat be fog jutni 2006-ban a Magyar Országgyűlésbe, mint ahogy 1998-ban bejuttattuk, mert hiányzik az a katarzis, hiányzik az a katartikus élmény a magyar nép számára, amely segítségével ezt a 300 ezres falat mi át tudjuk törni. Így aztán mi nem csatlakoztunk akkor a szövetséghez. A Jobbik és a miép, sajnos igazam lett, 2,2%-ot kapott akkor az országgyűlési választásokon, pedig nem 10 hónapos párt volt, mint a mi hazánk, és nem jutott be az országgyűlésbe. Mi folytattuk azt a sziszifuszi munkát, amelyet nagyon-nagyon régóta, már hosszú ideje tettünk. Ennek része volt 2006-ban, hogy az addigra már nagyon sikeressé váló Magyar Sziget Fesztivál, amely ennek a szubkultúrának megágyazott, és ezekben az években már több ezer magyar embert, jelentős részben fiatalt vonzott oda, és vezetett a nemzeti gondolatok, de ha úgy tetszik, a nemzeti radikalizmus útjára. Olyannyira sikeres fesztivál volt annak idején, hogy például a Kárpátia zenekar innen indult, itt vált igazán ismerté és népszerűvé,
és ma már a Kárpátia zenekar adja a legnagyobb koncertet. Jelenleg itt Ásotthalmon két fesztivál zajlik, és elmondhatom, hogy a kétnapos Magyarsziget fesztiválon többen voltak talán most, mint a Rózsa Sándor fesztiválon, és a méregdrága Neoton Família koncertjét Kenterbe verte a Kárpátia szerda este, itt Ásotthalmon, pedig itt azért dolgozó emberek vannak. Tehát igenis, ez az építkezés, ez egy elképesztően eredményes munka volt, amely munkában rengetegen vettünk részt. Ez az a civil munka, amelyekhez a pártoknak soha az életben semmi köze nem volt. Ezt mindig saját erőből tettük. És ebben benne vannak azok, akik dolgoztak, benne vagyunk mi, akik az egészet kitaláltuk, megalapítottuk, szerveztük, de benne vannak mindazok, akik eljöttek, részt vettek, például a belépőjegy árával fenntartották az államilag soha nem támogatott rendezvényeinket, és kitermeltünk, létrehoztunk egy olyan erőt, egy olyan nemzeti szubkultúrát 2006-ra, amely meg tudta azt tenni, ugye akkori ötletem, javaslatom volt, amelyet Petrás Jánossal, a Kárpátia frontemberével bontottunk ki 2006-ban, hogy menjünk ki a Trianon kastélyhoz, Versailles-ba, tüntessünk, 1920 óta az első demonstrációt tartottuk, valójában azt 1920-ban kellett volna tartani, a Trianon kastélynál, és bizony ezren felvonultunk Versailles-ban, 1000 magyarral, úgyhogy a franciák, a francia rendőrök és az arra tébláboló néger, ilyen Eiffel-torony, fröccsöntött Eiffel-torony árusok döbbenten nézték, hogy mi ez a hatalmas tömeg itt Versailles-ban. Azt hitték az ászlóink alapján, soha nem felejtem el, hogy mexikóiak vagyunk. Mondtuk, hogy nem, ez a trikolór, ez a magyaroké, és döbbenten nézték, hogy 1000 magyar ezért kijött. Hát mi történt most Magyarországon, hogy 1000 magyar kijött? És elmondtuk, hogy ez nem most történt. 1920-ban csak azóta sem tudunk belenyugodni. 2006-ban már ilyen erősek voltunk, hogy 1000 magyarral ki tudtunk menni Versailles-ba. Ha ez a sziszifuszi munka, ez a láthatatlan, hosszú építkezés, ez a mozgalmi munka, amely soha nem a pártokhoz kötődött, ez nem lett volna mögöttünk, akkor 2006-ban már nem vagyunk ilyen erősek. És ha ez nincs, akkor nem történik meg 2006 őszén az, ami végül áttörte a 300 ezres falat. Most még itt van a televízió, úgyhogy lehet, hogy nem csak nektek mondom el, és nem csak előttetek vallom meg, de épp itt van az ideje most már 13 esztendővel a TV-szék az ostroma után, hogy végre én is megszólaljak nagy nyilvánosság előtt, hogy végül is mi is történt azon az éjszakán. 2006. szeptember 18-án, ha még emlékeztek rá, akkor én előző napokat Pozsonyban egy szlovák fogdában töltöttem, amikor őrizetbe vettek a szlovák rendőrök, mert volt képem egyedül tüntetni a magyar szó miatt megvert Malina Hedvig felvidéki magyar lány mellett. És én a szlovák rendőrség vendégszeretetét élvezve, onnan hazavezetve, pusztán 48 óra kialvatlanság után érkeztem Szegedre, amikor kirobbant az a bizonyos összödi beszéd, és 17-én elkezdtek gyülekezni a magyarok a Kossuth téren. Azonnal hívtak, annál is inkább, mert a színpadot, a hangosítást 64 vármegyések ácsolták, és azonnal hívtak, többek között az a Veres Csaba, aki most a Zöld Hazánk egyik oszlopos tagja, és a Mi Hazánk pártagja is, Veres Csabi, 64 vármegyés társam is hívott, és mondta, hogy azonnal gyere. A másik, aki szintén ennyire ösztökélt és hívott, ő Magvasi Adrián, szegénynek sajnos görbe pálya jutott utána Vona Gáborék miatt, hiszen az Alfa Hír főszerkesztőjeként a Distelen váltást végig kellett, hogy asszisztálja, és most a civil életben ragadt, de akkor még ő is hívott telefonon, és kérték, hogy menjek. Én nem akartam menni 17-én, és tudjátok, miért nem akartam menni? Mert azt mondtam, és ez majdnem egybecseng azzal, amit Gyurcsány Ferenc mondott, aki azt mondta, hogy majd megunják és hazamennek. És én azt mondtam, hogy 10 éve
szervezek demonstrációkat, tüntetéseket, küzdök, és borzasztóan elfáradtam. Ez 2006-ban volt. Annyira elfáradtam, persze mentségemre legyen mondva, hogy az előbb említettem 48 órája, akkor már nem aludtam, és valahogy még hazavezettem Pozsonyból Szegedig. Az M5-ös autópályán emlékszem, hogy fekvőtámaszokat nyomtam, hogy ne aludjak el az autópályán. Szóval én fáradtan akkor azt mondtam, hogy nincs értelme. Nincs értelme, mert megint haza fogunk menni. És már annyit tüntettünk. És a hírekben majd megint azt fogják mondani, hogy 200-an voltunk, 200 szélsőséges, náci, fasiszta, és a többi, és a többi. És én most szeretnék aludni. Ezt a tüntetést, ezt a mini forradalmat csinálja meg helyettem valaki más. És nem csinálta meg. Ugyanis 17-én Kerényi Imre, polgári kör szervező, a Fidesz oszlopos tagja, vezette félre az akkori hangulatot, vezette el színes labdákat dobálva, hogy legyen meg a karneváli hangulat, a tömeget a Sándor palotához, aminek tulajdonképpen egyetlen egy célja volt, hogy kifárasszák az embereket, szépen mindenki ki is fáradt, hazament, de azért maradtak kitartó emberek ott a Kossuth téren. És jött 18-a, jött a másnap. És amikor én azzal szembesültem, hogy Kerényi Imre akarja átvenni a Kossuth tér vezetését, vagy éppen Satu Ferdinánd, akkor azt mondtam, hogy akkor mégiscsak oda kéne mennem. Segítenem kellene Takács Andráséknak, segítenem kellene a vármegyéseknek, segítenem kellene azoknak, akik közül szinte most is mindenki itt ül, és mi hazánkos, mert ők képviselik azt az ügyet, amire a magyar nemzetnek szüksége van. Valamiféle forradalom kell. Ezt gondoltam 2006-ban. Elindultam tehát, emiatt indultam el Budapestre, amikor a Jobbik akkori elnöke Kovács Dávid felhívott, és megkérdezte, hogy a hónap végén a köztársaság, akkori köztársaság téren a Jobbik által szervezett MSZP székház, ugye mostani testvéri szövetségesük székháza elé szervezett antiszocialista, kommunista, antiliberális tüntetésen felszólalnék-e, Wittner Mária a másik felszólalója a Jobbiknak, ugye 2006-ot írunk, elég furán alakult azóta a politikai térkép, ugye, kedves honfitársaim, barátaim. És én mondtam Dávidnak, a Jobbik akkori elnökének, hogy Dávid, engem jelen pillanatban egyáltalán nem érdekel, hogy mi lesz a hónap végén azon a tüntetésen. Nem tudom, figyeled-e a híreket, de 10 000 ember van már a Kossuth tér előtt, és sokkal hevesebb forradalmibb a hangulat, mint valaha. Úgyhogy én most oda tartok, gondolom, hogy te is jössz, majd ott beszélünk. És akkor azt mondta nekem Dávid, hogy nem, Laci, kicsit zavartan említette meg, hát én nem megyek oda, ott most bármi megtörténhet, olyan a hangulat. Mondom, Dávid, én pont azért robogok az M5-ös autópályán, mert bármi megtörténhet. No, ilyen előzmények után érkeztem meg a Kossuth térre, és ilyen előzmények után tartottam meg azt a drámai hangú, ahogy Bencsik András fogalmazott, túl drámai hangú beszédemet, ami után a petíció átadás sikertelensége okán megindultunk több ezren a televízió székházához, és a több ezer ember azt skandálta, hogy 56-56, sőt tovább megyek, a Hír TV akkori riportere és tudósítója szintén ugye azt kiabálta, hogy forradalom van. Mert hogy azt hittük, hogy forradalom van, forradalom lesz. Olyannyira úgy nézett ki, hogy egy pillanatig azt hittük, hogy még a rendőrök is átállnak, hiszen végig azt skandáltuk, hogy magyar rendőr velünk van. Aztán láttuk, hogy a Hír Televízió munkatársait is megtámadják, nem csak a tüntetőket, megsebesítik Kisberg Szabolcsékat, a mostani sajtófőnökünket, aki szintén itt van velünk, aki egyedüliként az első vonalban szívta velem a könygázt, és a következő napon, amikor hajnali órák környékén a füstölgő romos épület mellett ültem egy kettétört
ilyen beton virágágyáson. Mellettem az előbb említett Petrás János üldögélt, egy cigarettát szívott, Kárpátia frontember, és kérdezte tőlem, hogy Laci, most mi lesz? És azt mondtam, hogy semmi, Janikám, hát ez forradalom, holnap itt lesz egész Magyarország. Aztán kiderült, hogy egész Magyarország nem jött, nem lettünk sokkal többen, megint maradt a néhány ezres kemény mag, de annak a néhány ezres kemény magnak a nagy részét mi már ismertük, és én személy szerint is ismertem, hiszen részt vettek abban a hosszú építkezésben, mozgalmi építkezésben, amelyről az előbb olyan hosszan beszéltem. Úgyhogy 2006-ban 10 000-en voltunk. De 2006 után elkezdett mögénk felzárkózni egyre több magyar ember. És látható volt, hogy már nem csak 300 000-en szimpatizálnak velünk, és azokkal a gondolatokkal, amiket leghitelesebben már 2006-ban is mi jelenítettünk meg. Látszott, hogy egyre többen vagyunk. De azt is tudnotok kell, hogy nem tiszta az a tükör, amely azt mutatja, hogy a történelem során mindig a magyarság teljes létszámban ott volt az első vonalban, harcolt, forradalmakat csinált, megállította a török túlerőt. Nem. Valójában a legnagyobb vérzivataros időkben is mindig volt néhány ezer magyar ember, aki legelől ment, aki a legbátrabb volt, aki a legtöbbet volt hajlandó áldozni a saját személyes életéből, ha kellett a pénzét, egzisztenciáját tette kockára, vagy ajánlotta fel, mint Széchenyi István gróf, de sokan a rongyos életüket is feláldozták, hogy Petőfi Sándor azt oly sokszor versbe is öntötte a magyar hazáért. Beszélgettem itt Szeged mellett egyszer egy nénivel, és megkérdeztem tőle, hogy amikor Szegedet bombázták, például a II. Világháborúban, akkor mire emlékszik ebből? És azt mondta, hogy hát leginkább arra, hogy ide kijöttek az ásotthalmi tanyavilágból, ugye ez az óriási, hatalmas tanyavilág, ez mindig menedéket nyújtott nem csak Rózsa Sándoréknak, hanem a városi szegedieknek is, nekem is ugye a Botka-féle balliberalizmustól, de ő arra emlékszik, hogy itt éltek egy tanyán, hogy elkerüljék a bombázásokat, elsősorban a várost bombázták, és hogy milyen fantasztikusan jót játszott ebben a homokban, és leginkább az maradt meg neki, hogy nyáron milyen meleg ez a homok, ugye mi a homokhátságon vagyunk. Ő erre emlékszik a II. Világháborúból. Beszélgettem egy algyői nénivel, kérdeztem, hogy 1956 hogyan telt neki. És mondta, hogy hát leginkább arra emlékszik, hogy Bözsi tehén meddővé vált. Az a helyzet, hogy az emberek többsége minden nagy történelmi pillanatot úgy él át, hogy éli az egyszerű hétköznapi életét. És 1956-ban is néhány ezer ember volt, aki fegyvert fogott, aki ott volt az első vonalban, kockáztatta az életét. Senkit ne törjön le az, és bevallom azt is őszintén nektek, hogy bár csalódással vettem tudomásul 2006. szeptember 18-a után, hogy magunkra hagytak minket, nem jött a nagy nemzeti Fidesz sem, nem jött a nagy nemzeti Jobbik sem oda mellénk. Nekünk, civileknek kellett továbbra is mozgalmi jelleggel életben tartanunk azt a forradalmi hangulatot, ami a TV-székház ostroma éjszakáján kialakult. De azért viseltem ezt meglehetős nyugalommal, mert azt is tudtam, hogy 2010-ben országgyűlési választások lesznek. Pontosan tudtam azt, hogy ennyi mozgalmi munka után, ennyi építkezés után, és ilyen történelmi események után, ami 2006-ban történt, 2010-ben az a balliberális kormányzat, amely békjóban tartotta Magyarországot, és majdnem pusztulásba döntötte mindenféle szempontból. Még ma is nézzük, hogy a Fidesz kormány által
oly büszkén hirdetett gazdasági növekedés eredményei valójában azért ilyen kiugróak, mert 2010 előtt teljesen leszakadtunk és lemaradtunk, és ma már csillagászati értékű is lehet a gazdasági növekedés, akkor sem fogjuk utolérni Lengyelországot, vagy éppen Csehországot, de még Szlovákiát, Felvidéket sem. Tehát az a 2010 előtti esztendő, amikor nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy népirtás folyt Magyarországon, demográfiai értelemben, gazdasági értelemben, kulturális értelemben, mindenféle szempontból, annak 2010-ben vége lesz. Én tökéletesen tisztában voltam ezzel. 2008-ban ezért volt egy találkozónk a Villányi úti Jobbik székházban. Hadd tegyem hozzá, hogy kicsit mosolyogjunk, 10 milliárd forint közpénz átfolyása után a Jobbiknak továbbra is ez a székháza van, és ez a vagyona van. Tehát jól gazdálkodnak ezek szerint a pénzzel a Jobbik vezetői. Szóval ebben a bizonyos, szintén mondhatom már történelmi helyszínen, a Villányi úti aprócska székházban, amit állami támogatás nélkül a Jobbik már akkor föl tudott mutatni, leültünk. Vona Gábor volt ott azon a találkozón, az előbb említett Szabó Gábor, a nagy kártyás, Novák Előd, Zagyva György Gyula, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom másik vezetője, és az egyik vármegyés elnökségi tagunk, illetve jó magam leültünk, és arról beszélgettünk, hogy 2010-ben ezt az óriási erőt, ami 2006-tól kezdve áttörte a hallgatás falát, áttörte a 300 ezres blokádot, amelyet kicsit mi is építgetünk, amikor azt mondjuk, hogy nem engedünk ide magunk közé olyan magyar testvérünket, aki most ébredt föl, ugye ilyen is szokott lenni, azt mondjuk, hogy hol voltál te 5 éve? Ez nem jó irány, drága barátaim. Szeretettel és türelemmel kell fogadnunk azokat a magyar honfitársainkat, testvéreinket, akik csak most ébrednek föl. Hát az a ti feladatotok, a mi feladatunk, hogy felébresszük őket. És tudom, hogy nehéz, amikor minket meghurcoltak, mi már 20 éve dolgozunk, letartóztattak minket, kitiltottak, összevertek, de nem szabad. Nem szabad őket elutasítani, hanem szeretettel kell őket a soraink közé fogadni, mert különben soha nem fogunk győzni. És 2008-ban ott ültünk, és arról beszéltünk, hogy 2010-ben vajon akkor hogyan csatornázzuk be, hogyan tegyük parlamenti erővé ezt a hatalmas mozgalmi erőt, csak mellesleg teszem hozzá, hogy ez mit is jelentett. 2006-ban a tévéostrom éjszakája után a Google rákeresés szerint 9 millió rákeresés volt a Toroszkai László névre. Tehát így tudtuk áttörni a falat, így lett országosan ismert például az én nevem, de lett ismert ez a mozgalom, lett ismert az a munka, amelyet annó a mi éppel elkezdtünk, és hagyj köszöntsem a mi épp közben megérkezett elnökét. Sokat beszéltem a mi éppről az első szakaszban. Köszönjük, hogy elnök úr és egyben polgármester kollégám itt van közöttünk, nagyon messziről jött, ugye Ásotthalom nagyon messze van mindentől, de most legalább ti is látjátok, hogy én honnan szervezem ezt a pártot, ennyi hátrányból. De láttuk azt 2008-ban, hogy nem kérdéses, és számomra nem volt kérdéses, nem úgy, mint ezekhez az 98 előtt, amikor a mi épp soraiban tevékenykedtem, hogy 2010-ben bejutunk az országgyűlésben, nem az volt a kérdés. 2008-ban számomra az volt a kérdés, hogy kormányt alakítunk-e 2010-ben. Ezért ültünk le akkor ott a Villányi úti székházban, és ugye már akkor is kiderült, akkor is látszott, hogy Szabó Gábor semmiféleképpen nem szerette volna, hogyha én is ott ülök a parlamentben, abban a bizonyos frakcióban, abban a nemzeti oldal egyesült frakciójában. Szabó Gábor nem merte felvállalni azt, amit a Mi Hazánk elnöksége minden további nélkül felvállal, és nem csak, hogy felvállal, hanem nagyon büszkék vagyunk arra, hogy két olyan történelmi párttal szövetségben dolgozunk, és készülünk majd az országgyűlési választásokra is, mint a Miép és a Független Kisgazdapárt. Sőt, remélem, hogy szélesítjük majd az összefogást, szélesítjük majd ezt a szövetséget, mert csak ez lehet a jó a magyar nemzet számára, nem pedig a bezárkózás és a különböző törtető politikusok. 2008-ban azonban elkövette Szabó Gábor azt a hibát, hogy ő nem szerette volna szélesre tárni a kaput, én pedig nem szerettem volna ezt a nemzeti gondolatot akadályozni a jelenlétemmel a parlamentben,
hogy dolgozzanak, ezért én 2008-ban egyfajta önkéntes hátralépést tettem, és a helyemre kvázi a 64 vármegyések képviseletében Zagyva György Gyula ült, aki ő maga pedig nem szeretett volna parlamenti képviselő lenni, bár 2008-ban már én sem, hiszen az előbb említettem nektek, hogy 1998-ban a MIÉP országgyűlési képviselő jelöltjeként még a félkaromat odaadtam volna egy parlamenti képviselőségért. 2008-ban már minden további nélkül lemondtam róla, minden ezzel járó egyébbel, a buszbérlettel, vagy nem tudom, parkoló jeggyel, és persze a fizetéssel, a pénzzel is együtt járó pozícióról mondtam le 2008-ban, úgy, hogy akkor éppen futottunk a karhatalom elől, és nem lehetett tudni, hogy éppen hol végzem, megint valami fogdában, börtönben, vagy agyonvernek. És 2010-ben így engedtük át mi, mozgalmi emberek, a Jobbiknak a terepet. 2010-ben bekövetkezett az, ami már 2006 őszén jósoltam, gyakorlatilag megsemmisítettük a balliberális oldalt. Ha még emlékeztek arra a nagyon rossz nevű pártra, hogy SDS, akkor tudjátok, hogy sokáig emlegettük, hogy minden idők legmagyar ellenesebb, leggyűlölködőbb pártja volt. 2010-ben megsemmisítettük, és 9 esztendőnek kellett eltelnie, hogy ez a gyalázatos eszme újra erős politikai párttá tudja magát formálni úgy, hogy a Rothschild bankház és az összes többi nemzetközi bankház ott áll mögötte. Képzelhetitek, hogy hány 100 millió forintot tolnak ott mindenféle illegális pártfinanszírozás keretében a párt zsebébe. És 9 esztendő kellett ahhoz, hogy talpra tudjanak állni, és megszülessen a Momentum és a DK szörnyűséges összefogása. 2010-ben meg tudtuk semmisíteni őket, és 9 esztendő után is csak azért tudnak talpra állni, mert azok, akiknek mi, mozgalmi emberek, már megint kikapartuk a gesztenyét, azok elárultak mindannyiunkat, sőt elárulták egész Magyarországot. Ha ez nem következik be, ha következetesen, tisztán viszik tovább 2006 szellemét, akkor most egészen más lenne a helyzet Magyarországon, és nem tudna újra feléledni az a balliberális erő, amely már néhányszor majdnem kiirtotta a magyarságot a Kárpát-medencében. De sajnos azt is tudjátok, hogy a következő esztendőkben kiderült, hogy egyrészt a Fidesz mindig éppen annyira nemzeti, amennyire profit, haszon vagy éppen szavazat van belőle. A Jobbikról pedig kiderült, hogy valójában nem azok a Jobbik vezetői, legalábbis vezetőjének egy része, aminek korábban mutatták magukat, és egészen 2016-ig még én is egy picit elhittem, hogy biztos csak taktikáznak. Ugye sokan voltunk ezzel így, hogy hát biztos csak politikai taktikából tűnik úgy, mintha kezdene egy picit alább hagyni a valódi nemzeti gondolat. Miközben egyébként borzalmas ütemérzékkel haladtak a centrum felé, ugyanis nem csak a magyarság, hanem egész Európa radikalizálódik. Egész Európa népe, az őshonos európai északi civilizációhoz tartozó emberek, vagy ha úgy tetszik a fehér ember, mindenhol radikalizálódik, és a magyarság is egyre inkább az életképtelen momentumosok és SZDSZ-esek világából a nemzeti gondolat felé próbál elmozdulni, csak hát nem találja azt a tiszta politikai erőt, azt a pártot a parlamentben, amely valójában őt képviselhetné. Mert nem az a képviselet, hogy Széchenyi grófhoz hasonlítjuk Mészáros Lőrincet. Nem az a nemzeti képviselet, hogy a DK és a Momentum politikusai sztárolja a Jobbik pártlapja. Nem az a nemzeti képviselet, hogy a kismalac arra kényszerül, hogy összefogjon a farkassal. Mert a farkas fel fogja falni. És miközben számban egyre többen lettünk nemzeti gondolkodású magyarok, ez valójában a választási eredményeken egyre kevésbé látszott vagy látszik. Mert mások foglalták el
azt a területet, azt a terepet, ami valójában a nemzeti oldal hiteles képviselőit kellene, hogy megillesse. Nem a magyar néppel van a baj és a probléma. Ezt kell végre mindenkinek megértenie. Több mint 20 éve, amióta ezt a mozgalmi munkát végzem, én azóta hallgatom, én több mint 20 éve hallgatom azt, hogy jaj, hát a magyar nép ilyen, meg olyan, meg amilyen, meg stb., meg persze olyan kormánya van, ami őt megillet, amit megérdemel. Nem a magyar néppel van a baj, kedves barátaim. A politikai pártokkal volt a baj. És a politikai pártok vezetőivel volt a baj. Bármerre járok Európában, mindenhol rádöbbenek arra, hogy azért a magyar emberek gondolkodása még mindig az egyik legegészségesebb Európában. Azért az átlag magyar ember számára még evidencia az, ami mondjuk Svédországban már nem evidencia, hogy egy férfi meg egy nő tud családot alapítani. Ez a magyarok többsége számára, és most nem a budapesti, ilyen belpesti romkocsmák közönségére gondolok, ott leledzik a Momentum a kábítószeres füstben, hanem mondjuk, ha itt kimentek és a vidéki magyarokat megkérdezitek, akkor számukra ez evidencia. Svédországban ez már nem biztos, hogy annyira evidencia. Ott már gendersemleges óvodákért is tüntetnek. De például itt volt, és ha már Ásotthalmon vagyunk, akkor ez egy újabb nagy fordulat volt. Itt volt még egy katartikus élmény. 2006 után az újabb katartikus élmény, amelyet sajnos a valódi nemzeti erők már megint elpuskáztak, az az volt, amikor megjelent itt 1 millió migráns Ásotthalom határában. Másfél-két évig küzdöttem a nemzeti Fidesz kormánynál azért, hogy ugyan méltóztassanak már megvédeni a déli határt, ugyan méltóztassanak már kerítést építeni, másfél évig vagy kiröhögtek, vagy csak szánakozva beszéltek rólam, de biztosítottak afelől, hogy soha az életben nem fognak kerítést építeni. És 2015 nyarán valaki felmérte ott a Fidesznél, hogy hoppá, ennek a Bolond Torockainak a Facebook oldalát, ugye megboldogult Facebook oldalát, akkor néha egy-egy megosztást 1 millióan megtekintettek a döbbenetes migrációról dokumentált kép soraimat, és akkor azt mondták, hogy pá, úgy tűnik, hogy a magyar emberek egyetértenek Torockai Lászlóval. Ugye megint kiderült az, amit én szoktam mondani, hogy a magyar emberek többsége. Hangsúlyozom, a magyar emberekről beszélek, tehát nem érdekel a többiek érzékenysége, csak a magyaroké. Tehát a magyar emberek többsége, akik még mindig többséget képeznek ebben a hazában, tehát ez azt jelenti, hogy kétharmados győzelmet tudunk aratni csak a magyarok szavazataival, ezért engedjétek meg, hogy én csak a magyarokra figyeljek. Tehát a magyar emberek túlnyomó többsége támogatja az elképzeléseimet, ezzel választást lehet nyerni. Na ezért épült meg itt Ásotthalomnál a kerítés. Így lett világhírű a kerítés. A Fidesz, egy picit ugye én is, tegnap előtt járt itt éppen nálam a bolgár kormánypárt utoljára, a BBC múlt héten, a szlovén televízió pedig hétfőn jön. De a Fidesz azóta ezzel nyeri a választásokat, és ezen kívül már nincs programja sem. Csak migráció, csak kerítés. Minden választást ezzel nyer meg. És az a Jobbik, aminek 2016-ban Vona Gábor könyörgése okán az alelnöke és tagja lettem, mindössze 2 évig voltam a Jobbik tagja, ehhez képest visszük a keresztet mi hazánkosként, és kapjuk meg, hogy még nem bízunk bennetek, mert jobbikosok voltatok. Hát nem is tudom, hogy egyáltalán itt szerintem, sőt abban biztos vagyok, hogy nincsenek többségben volt jobbikosok, de én mindössze 2 évig voltam a Jobbik tagja. A 2 évem az egy permanens harc volt Vona Gáborékkal szemben a párton belül, csak fegyelmezett pártakként ezt próbáltam házon belül rendezni, mint ahogy ugyanígy elvárom tőletek, hogy bármilyen vita van, azt házon belül egymással rendezzük, mint ahogy ma itt, én külön ragaszkodtam is hozzá, de szerencsére az egész elnökség így gondolta, hogy szeretném, hogyha itt lennétek ezen a pulpituson, mindenki elmondaná az építőjelegű kritikáit, elmondaná, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó,
és ezt házon belül próbáltam addig rendezni, ameddig lehetett, aztán utána tudjátok, hogy nyílt konfliktussá, és a végén gyakorlatilag egy nyílt háborúvá vált, aminek következtében ketté szakadt a Jobbik, aztán pedig zászlót bontva megalakítottuk a Nemzeti Gondolat új politikai erejét, politikai pártját, amit azóta létre is hoztunk, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom. De akkor, 2015-ben, amikor én még nem is voltam tagja a Jobbiknak, az akkori Jobbik elnöksége, ezt Novák Előd alelnöktől tudjuk, aki akkor viszont tagja volt az elnökségnek, az az elnökség, a Jobbik akkori elnöksége, miközben én itt egy szál magamban, néhány mezőrömmel, ugye ezért alapítottam az ásatalmi mezőrséget, ami gyakorlatilag egy paramilitáris mini hadseregként működött. Védtük a határt egyedül, mert még rendőr sem volt, nemhogy kerítés. Azokban a pillanatokban, itt független polgármesterként küzdve, azokban a pillanatokban Budapesten a Jobbik akkori elnöksége úgy döntött, hogy ebbe a témába ők nem állnak bele, és nem támogatják a kerítést. Aztán ezt Vona Gábor el is mondta az Echo TV felvételén, amit azóta persze a Fidesz szajkóz, de tény, hogy a Jobbik eleresztette, és nem állt a kerítés mellé, nem állt mellém, és így nagyon könnyen a Fidesz magáévá tehette a migrációt vagy a kerítés témáját, amivel választást lehetett volna nyerni. És a következő években saját türelmetlenségük, Vona Gábor becsvágya miatt úgy döntöttek, hogy eldobnak minden értéket, minden eszmét, eldobják azt a több évtizedes mozgalmi munkát, amely valójában a Jobbikot besegítette a parlamentbe, és ők átülnek az ellenség, a nemzet született ellenségei közé, a DK, a Momentum, az LMP és a többiek közé. És ezzel, mint tudjátok, megszűnt a valódi nemzeti képviselet a Magyarországgyűlésben. És itt állunk most, egy évvel a zászlóbontás után, és nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy 2022-ben vagy ott leszünk az országgyűlésben, vagy Magyarországnak könnyen vége lehet. Ugyanis a jelenlegi állás szerint vagy marad az Orbán kormány, és végez egyébként egy emberkísérletet a magyar nép, és egyébként a Fidesz szavazók is, hogy vajon Orbán Viktor humanoid lénye, vagy még 200 évig miniszterelnöke lesz a Magyarországnak, és vezetője a Fidesznek. Azt tudjuk, hogy akkor mi vár Magyarországra, látjuk a Fidesz kormányzást, látjuk a pozitívumokat, látjuk azt a sok negatívumot, látjuk a képmutatást, látjuk a kettős beszédet, és látjuk azt, hogy idén először az ellentüntetőket zárták kordonok mögé, amikor a deviánsok, akik már a család intézményét is támadják, az oktatási intézményeket, az iskoláinkat támadják, az LMBTQR, STB, stb. Még a P betűt kell majd hozzátenni, ugye a pedofíliát előbb-utóbb, az LMBTQ és a többi mögé, mert ugye ennek nem lesz vége. Hát amikor azt mondják, hogy jogom van azt szeretni, akit akarok, és azzal hálni, akivel akarok, akkor ugye jöhet az, hogy akkor a kutyámmal, akkor majd a nem tudom kivel, a 14 évessel és a többivel. Nem. Van a normalitásnak határa. És látjuk, hogy a Fidesz ebben is valójában bármennyire is családpárti, minket, az ellentüntetőket zárt kordonok mögé, nem azokat, akiktől meg kellene védeni a magyar társadalmat. Tehát 2022-ben vagy Fidesz kormány lesz, Orbán kormány, vagy jön az ennél is lényegesen rosszabb, és azért rosszabb, mert a Fidesz-szel kapcsolatban az ellenzék mindig a korrupciót hozza fel, csak elfelejtik megemlíteni, hogy 2010 előtt pontosan ugyanilyen korrupt volt a rendszer, csak akkor nem volt olyan hangos a média, a nemzetközi közvélemény, az Európai Unió, azért nem volt ilyen hangos, mert pontosan ez a nemzetközi erő, ami az Európai Uniót és az Európai Bizottság is uralja, az vitte kifele, talicskázta kifelé a pénzt Magyarországról, nem Mészáros Lőrincék, ennyi volt a különbség. Ezért hallgattak. De valójában ugyanilyen korrupt volt a rendszer, sőt lehet bizonyos szempontból még rosszabb, de a legfontosabb, hogy Mészáros Lőrincék ugyanúgy kooperálnak a korrupt Strabaggal, tehát nem sok minden változott. Ha balliberális kormány lenne, a korrupció megmaradna, sőt, nemzetközivé fokozódna újra, de emellett a társadalom alappilléreit képező
családintézményét, az óvodát, az iskolát és mindent támadnának, mert ez a lényük alapja, hogy szét kell zúzni mindent, ami nemzeti, ami hagyomány, ami tradíció és ami fontos számunkra. Óriási tehát a felelősség rajtunk. Ha mi most feladjuk, ha mi most félreállunk, ha mi most ahelyett, hogy megvitatnánk ezt az utat, azt mondjuk, hogy úgy sincs értelme, akkor 2022-ben Gyurcsány kormány alakul, ami rosszabb lesz, mint a 2010 előtti Gyurcsány kormány. És az már csak önmagában szégyen és gyalázat, hogy ehhez a kormányhoz a még tisztességesen gondolkodó magyar tömegeket, akik számára például ez a deviancia elutasítandó, őket a Jobbik fogja oda csatornázni ehhez a beteg külföldről pénzintézetek által mozgatott Gyurcsány kormányhoz. Óriási tehát a felelősségünk. Óriási a felelősségünk, mert ha a Fidesz, amely most még a migrációval és az ásotthalmi kerítéssel begyűjti a több millió nemzeti szavazatot Magyarországon, ha a Fidesz megroppan, ha mégis kiderül, hogy Orbán Viktor a következő 250 évben nem lesz Magyarország miniszterelnök és a Fidesz vezetője, akkor ki lesz Magyarországon a nemzeti oldalon, a pártpolitikai palettán, ha nincs Mi Hazánk? Ki fogja képviselni azt a több millió magyar embert például, aki most még nem értette meg, hogy az igazi nemzetiek itt vannak? Ki kell tehát tartanunk? Ki kell tartanunk, és ez nem lesz könnyű. A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalmat mindig úgy alapítottam, a helyi szervezeteket úgy hoztuk létre, Székelyföldtől Felvidékig, hogy mindig elmondtam, hogy csak vért és verítéket tudok ígérni. Így lássatok neki a munkához. Ugyanezt mondtam tavaly az ászlóbontáskor, senkinek nem ígértem semmit. Jöttetek, adtátok mindazt, amitek van, erőtöket, pénzeteket, az energiátokat, és ami a legfontosabb, a hiteteket, amit ezerszer elvettek már. Nem én vettem el, de már nagyon sokan elvették a nemzeti oldal hitét, Vona Gáborok és a többiek. Óriási dolog, amit tettetek, óriási történelmi cselekedet, amit az elmúlt egy esztendőben a Mi Hazánk valamennyi tagja véghez vitt. És azt is tudnotok kell, azt is látnotok kell, hogy mögöttünk már nincsen senki. Mi vagyunk az utolsók. Ha szerte foszlik ez az erő, ami most itt elkezdett összpontosulni a Mi Hazánk körül, és az a 114 ezer magyar ember, aki mindössze 10 hónap után ránk szavazott, az elveszít minket, elveszít benneteket, a Mi Hazánkat, akkor senki nem fog már jönni utánunk. Senki. A mi nemzedékünk már annyiszor csalódott, hogy még egyszer már nem lesz erőnk, nekem sem, és azt hiszem nektek sem, véghez vinni azt, amit most véghez viszünk, ember feletti teljesítménnyel. És ami a jövő nemzedékeit illeti, katasztrofális a helyzet. Még azok a mozgalmak, amelyek működnek, 64 Vármegye, vagy akár a Betyárseleg, minden mozgalom az utánpótlással bajlódik. Nincsenek magyar fiatalok. Számbelileg is csökken a létszámuk, óriási számban, mértékben külföldre vándorolnak, és sajnos az a helyzet, hogy akik pedig itt vannak, az a brutális pénzhatalom, médiahatalom és minden oda tereli őket a Momentum világa felé. Ez pedig a nemzethalált jelenti a következő generációk számára. Ekkora tehát a felelősség, és én ezért döntöttem úgy, hogy hosszú évek után még egy plusz terhet a nyakamba véve újra beszállok a Magyar Sziget Fesztivál szervezésébe, és nyugodtan mondhatom, hogy nagy sikerrel, több ezer résztvevővel vettünk részt néhány nappal ezelőtt, mindössze két napos próba Magyar Sziget Fesztiválon, amelyet szerdán és csütörtökön tartottunk, de nagy sikerű volt, és én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, ennyi kihagyás után
mindenképpen afelé mutat, hogy ezt folytatnunk kell, és jövőre remélem, hogy még többen, akár 5-6-7 ezeren leszünk majd a Magyar-sziget Fesztiválon. És meg kell találnunk azokat a módszereket, ahogy eljutunk a fiatalokhoz. Újra nevelnünk kell őket, újra teret kell nekik adni, hogy ne csak a Balaton Sound legyen az egyetlen alternatíva, ahol el tudnak menni, teljesen szétdrogozva néhány napig a Momentum világát tegyék magukével, hanem nekünk, mi hazánkosoknak, vármegyéseknek, független kis gazdapártnak, miépnek és mindenkinek, aki még itt van a nemzeti oldalon, őszintén hittel, szerveznünk kell megint a saját szubkultúránkat, és tudnotok kell azt is, hogy mindemellett, ami már egyszer bevált, a szubkultúránk építése mellett készülnünk kell a katartikus élményekre, mert anélkül nem fog menni. Az újabb katartikus élményekhez pedig bátorságra van szükség. Olyan bátorságra, mint amit Törökszentmiklóson tanúsítottunk, ahol a 20 000-es városban a helyi magyarság gyorsan meg is köszönte nekünk a mindössze egyhetes akciónkat, amivel rácsok mögé juttattunk egy cigány származású bűnözőt. 15%-ot kaptunk a 20 000-es városban, és másodikok lettünk a Fidesz mögött. Sőt, az egész megyében olyan jól szerepeltünk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye lett az első és a legerősebb Mi Hazánk bázis, megelőzve a második legerősebb Csongrád megyét, ahol vagyunk, de hát ez a fészke ennek a mozgalomnak, itt alakult, itt vagyunk igazán otthon a Mi Hazánkkal, de bebizonyított a Törökszentmiklós, hogy enélkül a bátorság, tetrekészség nélkül, ha nem megyünk oda, nem nézzünk szembe a minket fenyegető akár cigány, maffia csoportokkal is, akkor nem fog menni. Nem fogják elhinni, hogy mi tényleg a nemzet javát akarjuk. Ha elhiszik, ha megértik, és ehhez nekünk bizonyítékokra van szükség, nekünk kell megmutatni, hogy tényleg azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat, akkor nem a parlamentbe való bejutás lesz a tét 2022-ben. Annál sokkal nagyobb lesz majd a tét. Túl azon, hogy még a mostani állapotunkban is könnyen a mérleg nyelve lehetünk 2022-ben, és pont az előbb említett szörnyűséges SZDSZ mutatta, hogy a mérleg nyelve sokszor a legerősebb. Ahhoz azonban, hogy ezt a győzelmet a következő években és az előttünk álló önkormányzati választásokon el tudjuk érni, ehhez mindenkinek meg kell azt értenie, hogy a virtuális valóság rettenetes veszedelem. Az a tény, hogy a Facebook, amely engem nem azért tiltott le, mert éppen előző nap írtam valamit, azért tiltott le, mert márciusban találkozott Mark Zuckerberg, a Facebook mindenható ura, Emmanuel Macronnal, a Momentum gazdájával Párizsban, a Rothschild bankház bankárával, és Emmanuel Macron arra utasított a Zuckerberget, hogy a nemzeti gondolatokat ritkítsa meg világszerte. Azon a héten, májusban, amikor az én oldalamat a 207 000 követővel törölték, akkor Lengyelországban is hasonló több százezres követőkkel rendelkező oldalakat töröltek, Angliában, az Egyesült Államokban, mindenhol, még Indiában is. Ugyanazokon a napokon törölték a legnépszerűbb nemzeti szókimondó gondolatokat, közvetítő oldalakat. Ez egy politikai döntés volt, egy globális politikai döntés, a világot uraló pénzhatalom, vagy ha úgy tetszik, háttérhatalom döntése volt. Teljesen mindegy, hogy én mit posztoltam volna. Magyarországon engem választottak. Azt is el tudom nektek mondani, hogy miért. Azért, mert olyanokat kerestek minden országban, látszik a tendencia, akit sokan ismernek, sokan követtek, de nem volt kormányzati pozícióban, mert azt azért nem szeretnék, hogyha adót kellene a Facebooknak fizetnie, mert hogy azt egyébként nem fizetnek. Fordított áfáznak. És mi történt a törlés után? Hirtelen sokan azt hitték, még mi hazánkosok is, hogy Toroszkai László meghalt. Pedig csak törölték az oldalamat. És én ugyanúgy reggel felkeltem, polgármester voltam, Mi Hazánk elnök voltam, elnökségüléseket tartunk, építem ezt a települést, vigyázom a települést, most éppen két fesztivál zajlik a településen, rengeteget dolgozom, higgyétek el, nem tűntem el. Csak ki kell lépnünk a virtuális valóságból. De nem tudunk velük versenyezni. Ahhoz körülbelül nekünk is a Pride-on kellene vonulnunk a Momentummal, holnaptól kezdve Dúró Dórának ki kellene mondania, hogy gendersemleges oktatást szeretne.
Nyilvánvalóan ezt nem fogjuk megtenni. Nem leszünk árulók, és még ha árulóvá válnánk, akkor is körülbelül 10 év kellene, hogy megbocsássa már Zuckerberg, a Rothschild bankház és a többiek, hogy nemzetiek voltunk. Hogy visszakerülhessünk a Facebookra. Azt kell megértenetek, hogy ameddig tudunk, lavírozunk. Hogy ilyen tévében benne legyünk, olyan Facebook oldalunk legyen, stb. De valójában már rég nem ezt kell igazán építenünk, hanem azt, hogy ott legyünk a valóságban. Ez sokkal nehezebb. Ehhez fel kell állnunk a fotelből. Ez máshogy nem fog menni. Ugyanis Török-Szent Miklós mellett, ahol még legerősebbek voltunk, Csongrád megye, Nógrád megye, ahol az egyik alelnökünk, Dózs Dávid Cserhát Halább polgármestere, és bizonyított valamit. És Csongrád megyében, ahol itt vagyok polgármesterként, és talán bizonyítottam már valamit, ahol ismernek minket. Ott lettünk még nagyon erősek. Ásotthalmon 27%-ot kaptunk, Cserhát Halápon 35%-ot kaptunk. Kormányt alakíthatnánk, olyan eredményeket. Ehhez mindannyiótoknak oda kell menni. Mert én sajnos nem tudok Hajdúszoboszlón ott lenni. Nem tudok Sárváron ott lenni. Nem tudok Nagykanizsán ott lenni. Ott nektek kell kimenni az utcára. Zalaegerszegen Ferinek kell kimenni az utcára. Neki kell közvetlen kapcsolatba kerülni az emberekkel, és ha ugyanúgy sanyargatja például egy cigány bűnöző a helyi közösséget, mint ahogy Török-Szent Miklóson, akkor oda kell mennünk. Akkor ki kell állnunk. Ha fenyegetnek, én már annyi fenyegetést kaptam, kedves barátaim, hogy abból Dunát-Tiszát lehet rekeszteni. De még élek. Istennek hála talán, de még élek. Bármilyen fenyegetéseket, bármilyen üzeneteket kapunk, egyetlen egy út fog minket győzelemre vinni, ha ott leszünk az utcákon, ha a munkánkkal bizonyítunk, ha látják az emberek, hogy mi akkor sem lopunk, amikor tehetnénk, például polgármesterként, mi a közpénzt tiszteletben tartjuk, és a munka mellett a magyar népet, a népünket bármilyen ellenséggel szemben, legyen az az iszlám állam területéről érkezett migráns, legyen az egy cigány bűnöző, mi meg fogjuk védeni. Ha ezt érzik a magyar emberek, ha tudják, hogy ránk minden körülmények között számíthatnak, akkor mindenki ránk fog szavazni. Ha nem, akkor nem fog menni. Tavaly óriási média figyelmet kaptunk, amikor ketté szakadt a Jobbik. Soha annyi mikrofon nem volt előttem, szerintem Donald Trump előtt sem, mint akkor. És most nem viccelek. És 1-2%-on álltunk, ma már tudjuk. Nem ez kell az embereknek. Az embereknek bizonyíték kell, mert az emberek elvesztették a hitüket. Látniuk kell, hogy ott vagyunk, látniuk kell, hogy dolgozunk, látniuk kell, hogy mozgalmi jelleggel tudunk létezni, önerőből is, és bátran szembe megyünk bármilyen bűnözőkkel, migránsokkal, bárkivel, aki a népünket veszélyezteti. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor győzelemre vagyunk ítélve. Ha mi elveszítjük a hitünket, nem tudjuk átadni ezt másoknak. Ezért a mozgalmi úton kell tovább haladnunk, én ezt kérem tőletek, ennek jegyében kérem azt, hogy küzdjetek, harcoljatok, én ígérem nektek, hogy nem fogom feladni, ameddig ti nem adjátok fel, nem fogom feladni, küzdeni fogok, bátran, senki nem tud megfélemlíteni, senki nem tud megvásárolni. Megyünk tovább ezen az úton, a győzelem felé, mert nincs más választási lehetőségünk, főleg, ha még vannak gyermekeink, akkor nézzünk rájuk és gondoljunk arra, hogy mi lesz itt 10-20-30 év múlva. Rácz Béla, a Török-Szent Miklósi cigány kisebbségi önkormányzat vezetője, akivel Fülöp Erik barátommal, országgyűlési képviselőnkkel találkoztunk a minap, a helyi cigány származású bűnözők legnagyobb döbbenetére, akik az autójukból döbbenten néztek minket, ahogy ott sétáltunk öltönyben Török-Szent Miklóson mindössze ketten. És maga Rácz Béla is azt mondta, hogy aggódik a magyarság jövőjéért. Mert ha valaki, ő tudja, hogy mi a helyzet. És nekünk küzdenünk kell. Bátran, előre nézve, és akkor meg lesz az a várva várt, nagyon régóta várt győzelem, a tiszta és soha
meg nem alkuvó nemzeti erők számára. A mozgalmi úton menjetek tovább, és ennek jegyében kérem azt, hogy ma itt mindenkinek biztosítsatok arra lehetőséget, hogy akár rövid időkeretben, de mondhassa el a véleményét a mi hazánkról, a mi hazánk vezetéséről, a mozgalmunk elnökségéről. Mondjátok el őszintén, ez maradjon egy ilyen párt, hogy őszintén el lehessen mondani, ha valami nem jó, ha valamit a mozgalom vezetője vagy elnöke nem jól csinál. Persze örülünk a dicséretnek is, mert nyilván azért mi sem robotok vagyunk, nekünk is kell egy kis megerősítés. De szeretném, hogyha ma itt mindenkinek lenne lehetősége, akinek van mondani valója, hogy merre tovább. Szeretném, hogyha megvalósulna Európa első igazi zöld nemzeti radikális pártja, szeretném, hogyha az a csodálatos csapat, ami most elkezdte a zöld hazánkat, tovább haladna ezen az úton, és én várok olyan radikális cselekedeteket, amiket mondtam már, hogy akár egy kutyaviadalon megjelenünk, és elhozzuk a kutyát a bűnözők karmai közül, mert tudom azt, hogy persze ilyenre is szükség van, de szükség van arra is, hogy szembesül a magyar mezőgazdaság, mint egy mezőgazdasági vidék vagyunk azzal, hogy bizony valami történik a klímával, és ez nem csak a balliberálisok őrülete, hanem tapasztaljuk a mezőgazdaságban is, hogy furcsa folyamatok zajlanak. Kell, hogy végre egy tiszta nemzeti hang Európában elsőként azt mondja, hogy sem a környezetvédelem, sem az állatvédelem nem lehet kizárólagos balliberális privilégium, ugyanis aki szereti a hazáját, az óvja is a hazáját. Én ezért élek Tanyán, imádok Tanyán élni, egy 85 éves vályokházban élek, amit néhány évvel ezelőtt az Ásotthalmi Takarékszövetkezet hiteléből, felvett hitelből, csak mondom, tehát átlátható, átvilágítható vagyok, újítottam fel, aminek döngölt padlója volt, és amin utoljára előttem migránsok aludtak, és én nagyon jól érzem magam egy ilyen ősi kis vályokházban, és nagyon szeretem azt, amikor reggel felébredek, és itt Ásotthalmon őzikék néznek be az ablakon. Én azt gondolom, hogy aki szereti a hazáját, az védi a hazáját minden téren. Az védi, tiszteli és ápolja a környezetét, és egyébként is bizonyos nem kifejezetten civilizált északi kultúrnépek azok, akik eurázsiai kultúrnépek, akik egyébként imádnak szemét tengerben, meg putriban élni. Mi nem ilyenek vagyunk, mi magyarok vagyunk, ezért óvjuk a környezetünket is, és ez nem lehet, ahogy hangsúlyoztam, a balliberálisok privilégiuma. Ezt is elveszük tőlük. A zöld szint már az EP választáson elvettük, amikor legyőztük a sok milliárd forintból 10 éves előnnyel kampányoló LMP-t, és ahogy mondtam, a zöld szín a miénk lett, és amikor megalakultunk, akkor is azt mondták, hogy lehet, Laci, hogy nem jó a zöld szín, mert az az LMP-jé. És mit mondtam? Ugyanazt mondtam, amikor Ásotthalom fideszes polgármestere azt mondta, hogy a migrációt nem lehet megállítani, és nem is akarja, elvettem a székét. Most pedig veletek együtt elvettük a zöld színt az LMP-től, a liberálisoktól. Ez is a miénk tovább. Ezt is tovább kell vinni ezen az úton, és nem csak ezt, hanem minden egyes olyan témát fel kell vállalnotok, ami valójában a hazaszerető magyarok témája, mert ez itt a mi hazánk. És csak ezen az úton, csak így mehetünk tovább. Szeretném, hogyha megmaradnánk mozgalmi, alulról építkező közösségnek, ezért szeretném, hogyha mindenki ma itt elmondhatná a véleményét, és azt is szeretném, hogyha még ebben az évben, az önkormányzati választások után közvetlenül egy teljes tisztító kongresszus is tartanánk. Mondjátok majd el a véleményetek a párt vezetéséről, elnökségéről. Én csak a munkában, csak a tiszta munkában hiszek. Számomra csak azok léphetnek előre ebben a pártban, és ehhez ragaszkodni fogok, ezt megígértem nektek a zászlóbontáskor is, akik a legtöbb munkát végzik. Ennek ilyen pártnak kell lennie. 2010-ben is ott szúrta el a nemzeti oldal, hogy hagyta, hogy olyanok üljenek be a parlamentbe, akik semmilyen munkát a nemzet szolgálatában nem végeztek. Itt ebben a pártban, ebben a mozgalomban az előrelépés biztosítéka csak az legyen, ezt kérem tőletek, hogy ki mennyit dolgozik, és ki milyen bátran halad előre a nemzetünk, a hazánk szolgálatának útján. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek nagyon szép napot, és kívánom azt, hogy akinek még lesz ereje, maradjon velünk a Csík zenekar koncertjén itt Ásotthalmon. Egy 4 napos fesztivál sorozatot fogunk lezárni.
de valójában nem is lenne mi hazánkos, aki ezzel lezárná, ugyanis holnap reggel 8-kor kinyittatom a trianoni gúnyhatárt, úgyhogy aki szeretne ebben részt venni, az 8 órakor velünk tarthat, és rendőri felvezetéssel, itt azért a polgármester ezt el tudta intézni, rendőri felvezetéssel megelőzzük a 3 kilométer hosszan álló törököket és szerbeket, és átmegyünk az ásotthalmi határátkelő helyen, hajdújárásra, ahol polgármester barátom vezetésével folytatódik a Rózsa Sándor Fesztivál a Ludasi tó partján, és akinek van kedve, be tud majd velünk csónakázni a Rózsa Sándor szigetre is. És akkor sem áll meg a mozgalmi élet, hogyha visszakeveredtünk a szerbek által elszakított délvidékről, mert hogy úgy hallottam, hogy hétfőn reggel, illetve bocsánat, nem reggel, talán hajnali 3-kor szabadul az olasz liszkai lincselő gyilkos, aki szögi tanárurat a gyermekei szeme láttára meggyilkolta. Hát annyira van kemény nemzeti kormányunk, hogy 12 év után jó magaviselet miatt kiengedik ezt a gyilkost, úgyhogy ha már a szegedi fegyházban ült, akkor úgy érzem, hogy kötelességem hajnali 3-kor ott lenni, és javasolni, hogy az ilyen bűnözőket, az ilyen gyilkosokat, lincselő olaszliszkai cigányokat Szibériába javasoljuk küldeni. Ez továbbra is a programunk része maradt, talán a legnépszerűbb. Talán a legnépszerűbb programelemünk volt az EP választások során. Küzdjünk tovább, 114 ezer magyar ember a bizalmát belénk fektette, ez óriási felelősség. A 114 ezer magyar testvérünket lássátok magatok előtt, hogy 114 ezer magyar ember szeretné, hogy a mi hazánk megmaradjon, megerősödjön, az önkormányzatokban és az országgyűlésben képviselje a magyarok érdekeit. Ezekkel a gondolatokkal kívánok tehát nektek jó küzdelmet, jó harcot, maradjatok ilyenek, amilyenek voltatok, csak bátran előre, fel a győzelemre!